Ugye három kutyát hoztunk el arról a helyről állatvédők megbízásából. Ugye az egyik az a Melani. Hát ő volt a mentesebb tulajdonképpen a szállításnál, illetve az utazásnál. Tehát benne látom azt a dolgot, hogy ő nem akar megharapni senkit. Bár ott is azért ugatgatott, de ott még a az egyik állatvédő is be tudott hozzá menni, bár azért nyakörvet meg elvezetni azt nem tudta. Ugye most ilyen ma, ma reggelre becsipásodott a szeme, hát annyira nem ismerjük egymást, de megpróbálom letörölni neki, úgy, mert nem nézem már ki ilyen csúnyán, ugye ezt is hagyja tök jó. Majd lehet, hogy az állatorostól kérünk valamit, ha szemére valami cseppet, így látatlanba, és akkor megpróbáljuk majd csepegtetni, mert hát az a helyzet, hogy még nem ismerem a kutyát, mi a helyzet, de egészen jól tűri ezt a műveletet, még mindig olyan. Melani? Idősebb kutyáról van szó. Okos vagy. Hát ezek a szemek, ezek nem tetszenek nekem. Ezt majd lefotózzuk a dokinak, és akkor kérünk tőle valamilyen szemcseppet rá. Szerintem majd engedi becsöpögtetni is. Annyira nem gázza a kutya. Hát ővel is kell majd dolgozni az lenne a cél, hogy barátságos legyen, némi alapengedelmesség is kerüljön bele. Ugye nem egy fiatal kutya, tehát ilyen nagy, nagy nem lesznek szerintem vele. Elég az, hogyha el lehet vezetni pórázon, okos vagy, leül, lefekszik, meg esetleg oda jön a hívásra. Tehát a cirkuszban nem fogjuk elvinni, fellépni, mert nem kicsit meg van öregedve ez a kutya már. Gondolom, hogy nem lehet egy nagyon fiatal. Fogát kéne megnézni, abból lehetne valamennyit satszolni a korára, de azt most nem fogom megnézni, mert nem vagyunk olyan nexusba egymással, hogy ezt én bevállaljam. Még azért a bizalmát el kell nyerni, okos vagy. Jó húsban vannak a kutyák, tehát etetni etették ezt a három kutyát, azzal nem volt probléma. Inkább az volt a gáz, hogy, hogy nem hiszem, hogy nagyon sok idő jutott rájuk, és egy kicsit így e, eluralkodott rajtuk ez az agresszív viselkedés. Főleg a másik kettő, ugye a Rexin meg a Cézáron. Arról is lesz majd egy videó, föltöltjük a, a Youtube-ra, illetve a Facebook-ra is. Hát... E, Hála istennek, hogy nem, nem, nem támad ez a kutya, de elég passzív. Úgyhogy nem tudom majd a kiképzésre, hogy fog reagálni. Gyere, Melani! Próbálok neki adni egy utalonfalatot nagy bátran a kezemből. Melani, és csak. És el is fogadja. A mindig lehet bízni abba, hogy szeret enni. A azok általában ilyen béldózerek és annyit esznek, amennyit elég teszel. Jól lehet őket a jutalmafalattal motiválni. Ez tök jó. Úgyhogy egyéb barátocskám. De fölállok, jaj, jaj ne nem menjél be fel a házba. Gyere, gyere erre. Melani, gyere, nem menjél be még. Még szerepelj egy picit. Melani, csak, hapó, haló, haló, haló. Gyere, gyere anyám, gyere. Gyere ide. Jaj, de ügyes vagy. Szuper. Na, még egyet adok neki. Veláni! Bal kezemet adom oda. Azért annyira nem kár, mint a jobb ér. Okos vagy? Szuper! Hát az biztos, hogy majd ilyen camogosra vesszük a kiképzést vele, mert ebből nem lesz egy verseny paripa. Okos vagy? Okos vagy? Szuper vagy! Azt mondanám, hogy nem egy rossz indulatú kutya. Úgyhogy tényleg nem az lesz a nehéz, hogy, hogy elmélyítsük a bizalmát az emberek fele, és kivegyük az agresszivitást, mert úgy néz ki benne, hogy azért annyira nem igen van. Kicsit mást mutatott ott a telepen, most vagy megszeppent, vagy pedig valami biokémiai folyamatok indultak be közöttünk, az is lehet. Ezt nem tudom, mert nem vagyok 6.0-ás kutyakiképző. kiképző. Okos vagy, szuper vagy, okos, szuper vagy. Én szerintem tényleg az lesz ennél a kutyánál a nehéz, hogyha mondjuk ezt elkezdjük pórázban vezetni, lehet, hogy öt lépés után azt mondja, hogy köszöni szépen, ő már nem akarja ezt a macerát, hát majd inkább ilyen statikus gyakorlatokat fogunk vele gyakorolni, keveset fogjuk mozgatni. Melani? Melani? Ugye nem tudom, hogy ő ivaros-e vagy nem, ezt is majd ki kell deríteni. Okos vagy, okos vagy, szuper. Oltásokra el kell majd vinni, de hát azt is még majd meg kell szoktatni vele, hogy az utazást bírja, beszálljon a boxba, beszálljon az autóba, tehát szállítható legyen, ez még várat magára, amikor állapotban lesz, akkor elmegy az állatorvoshoz, és kap oltást és mindenféle jót. A szemét ugye azt meg le fogom fotózni, elviszem az állatorvoshoz, megnézi, szerintem így vizuálisan is el fogja tudni dönteni, hogy milyen szemcsepp kell neki, és akkor elkezdjük azt is kezelni, hogy ne csipásodjon neki ilyen csúnyán.